Villeneuve és Ralf Schumacher! Jézusom! Egy egészen csúnya bukás, nem szó, hogy egészen. Katasztrofális bukás rögtön a verseny elején. Ott van a bár Honda, tehát az a bár Honda, mármint Villeneuve autója. Ez bejön a safety car, a biztonsági autó. Minden kezdődik előről Schumacher Häkkinen, és reményeink szerint Jacques Villeneuve, aki repült ebben a versenyautóban, nem sérült, megszedik össze a roncsokat a pályáról. Hú, ez nagyon nagy volt. Elképesztően nagy erők hatottak, és milyen borzalmasan nagyot esett Jacques Villeneuve, ahogy fölrepült a versenyautója a levegőben. Bocsáss meg, hogy egy pillanatra közbevetek, de most érkezett a hír, mely szerint Jacques Villeneuve sértetlenül szállt ki a versenyautójából, viszont, ami aggasztó, hogy az egyik pályabíró az valószínűleg megsérülhetett, mert a mentőautót mégis be kellett küldeni a pályára. Ezek szerint, hát ne fessük az ördögöt a falra, reméljük nem az történt, mint Monzában, mert itt is azért elszálltak az alkatrészek, kiderül. Itt a mentő, és ott egy hordály, valami biztos, hogy történt, reménykedni tudunk benne, hogy nem súlyos a baleset. Jacques Villeneuve tehát beleszállt Ralf Schumacher autójába a 2001-es Melbourne-i versenyen. Villeneuve nagyot esett, és ugyanaz megtörtént ismét, ami a 2000-es monzai versenyen. A kirepülő kerék ismét eltalált egy pályabírót. A kórházba szállított pályabíró állapotáról a verseny végén érkezett a szomorú hír. Jézusom, bocsánat! Tragédia történt. Most kaptuk a hírt, mely szerint a mentőautóval elszállított versenybíró életét vesztette. Arról nincsenek információink, hogy a sérülés hogyan következett be, valószínűsíthetően úgy, mint Monzában tavaly. Ralf Schumacher és Jacques Villeneuve horrorisztikus ütközésének lehettünk tanúi. Ezután a baleset után bevezették, hogy a kereket egy lánccal rögzítik a versenyautó vázához, így a leszakadt kerék nem tud elszabadulni. Ha szereted a Forma 1-es tartalmakat, akkor kövesd a csatornámat, emellett másmilyen témájú videókat is találsz a csatornámon. Nézz szét, és ha valamelyik tartalom tetszik, akkor iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, halihó!